Hullámok visszaverődése és elhajlása a gyakorlatban. A hullámok visszaverődésével és elhajlásával a mindennapi életben, műszaki és tudományos berendezésekben is gyakran találkozunk. A síkfelületről való visszaverődés például a fénysugár síktükrön történő irányváltoztatásakor lép fel. Gyakran terelünk fénysugarat a kívánt irányba síktükörrel. A fény esetén a hullámok elhajlásának szerepe kisebb, mert a fény hullámhossza sokkal kisebb a tükör méretéhez képest, mint az itt bemutatott hullámképen. Városban a nagy, sima épületfalak általában jó hangvisszaverők. Magas épületek közt a hangok többszörösen verődnek ide-oda, így például egy szirénázva érkező mentőautó irányát nehéz a hangja alapján megállapítani. Ráadásul a hangvisszaverődésen kívül az elhajlás is számottevő hatású. Jól látható, hogy az utcákon vannak helyek, ahol két irányból is érkezik hullámfront, így ez alapján nem lehet megmondani, honnan jön a mentőautó. Épületeken belül is szerepet játszanak a hanggal kapcsolatos jelenségek. Például, ha egy nagy teremben beszél egy ember, mi pedig a folyosón vagyunk, de a terem ajtaja nyitva van, akkor halljuk ugyan a benti beszédet, csak torzítottan. A nagy hullámhosszúságú, azaz mély hangok az ajtónyíláson jelentős elhajlást szenvednek, így onnan is jól hallhatjuk őket, ahonnan nem látunk rá a hangforrásra. Ugyanez már kevésbé jellemző a magas, azaz kis hullámhosszúságú hangokra. Ezért, ha az ajtón keresztül látjuk a beszélő embert, nagyjából jól hallhatjuk őt, de ha kissé odébb lépünk, a beszéd magas frekvenciájú részei már elhalkulnak, így torzul a hang. A görbe felületek a hullámok jellegét is képesek megváltoztatni. Például a parabola alakú tükör a tengelyével párhuzamosan beérkező síkhullámot gömbhullámmá alakítja. A fordítottja is igaz. A parabola tükör fókuszpontjából indított gömbhullám a visszaverődés után síkhullámmá alakul. Ezt a jelenséget hang, fény és rádióhullámok esetén egyaránt kihasználják. Például a műholdvevő antenna ezen az elven fókuszálja a távoli, gyenge rádióhullámokat. A távközlésben pedig a parabola tükörrel párhuzamos nyalábot állítanak elő, hogy a jelet irányítottan tudják sugározni.